Idősebb testvérétől hallott először a Matthias Corvinus kollégiumról Köpencei család. Azt mondja, a bátyja a középiskolás évei alatt ismerkedett meg a tehetséggondozó intézménnyel, aminek köszönhetően rengeteg új ismeretre tett szert. Csanád is ennek reményében vett részt a szexárdi nyílt napon. Nagyon sok olyan dologra tartanak előadást, olyan dolgokat oktatnak, amik úgy gondolom és úgy tűnik nekem, hogy rendkívül hasznosak az én életemben, bárkinek az életében rendkívül érdekesek, de sajnos a oktatás rendszerben nem része a tananyagnak, nem lehet minden része a tananyagnak. A Matthias Corvinus Kollégium Magyarország legnagyobb tehetséggondozó intézmény hálózataként az általános iskolától az egyetem végéig, sőt azután is nyújt ingyenes képzési programokat a legtehetségesebb magyar fiatalok számára, szeptembertől már Szekszárdon is. Ennek a városnak szüksége van tehetséges vezetőkre. Bízom abba, hogy segíteni tudunk a szülőknek, segíteni tudunk a gyerekeknek abba, hogy a kreativitásukat kiteljesítsék, a saját értékeiket megtalálják, és a MCC révén ezt majd itthon Magyarországon, vagy akár itt Szekszárdon. A Matthias Corvinus Kollégium oktatói és előadói arra törekednek, hogy olyan hasznos ismereteket adjanak át a hozzájuk forduló fiataloknak, amikre az iskolai tanrendben nincs lehetőség. Mi azoknak szeretnénk segíteni, akiket önmagában a középiskola, az általános iskola nem köt le, nem kap elég leterhelést onnan, nem kapja meg azokat a fejlesztési potenciálokat, amiket mondjuk egyébként ahhoz, hogy ő kibontakoztassa a tehetségét, meg tudjon kapni. A Matthias Corvinus Kollégium képzés és egy szeptembertől az egykori szekszárdi Vetőmag székházban lesznek elérhetőek.